Kezdjük a tanulói felülettel. A tartalomjegyzéket megnyitva nem csak az éppen aktuális hét tananyagának struktúrájáról tájékozódhatsz, hanem azt is jelzi, az oldal címe előtti ikonon zöld pipával, hogy mely oldalakat nézted végig, és melyik feladatokat, teszteket oldottad már meg. A kezelőfelület felső szélén olvasható a tananyag, a lecke és az épp olvasott oldal címe. A számláló az időt méri, azaz az, hogy egy-egy alkalommal mennyi időt töltöttél már el a Figyelj arra, hogy az emberi figyelem általában 20 perc után erősen romlik. Ezért, ha fáradtnak érzed magad, úgy érzed nehezen tudsz figyelni, tarts egy pár perces szünetet, állj fel, mozogj. A százalékérték a leckében való haladásod mutatja. A hozzászólás gombra kattintva üzenetet küldhetsz, ha az adott a kapcsolatban észrevételed van. A jobb felső sarokban találod a kilépés gombot. Mindig ezzel zárd be a tananyagot, annak érdekében, hogy a rendszer megjegyezze a teljesített oldalakat, vagyis hogy éppen hol tartottál. A kapcsolódó fogalmak gombnak a gyakorló feladatoknál fogod a legnagyobb hasznát venni. Ugyanis minden feladathoz ide gyűjtöttük össze azokat a fogalmakat, amelyek segítenek a feladat megoldásában. A fogalomtár pedig hétről hétre bővül az adott hét anyagával. Használd a lapozás gombokat az előre és visszalapozáshoz. A frissítés gombot pedig az oldal újra töltéséhez.